Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Soha nem volt még ennyi munkájuk, Tolna megyében is szárnyal az építőipar. Veszély a lakásokban, az esős idő kedvez az allergén penészgombáknak. Hősök napja, a II. Világháború mártírjaira emlékeztek. Orbán nap, a pécsi megyés püspök áldotta meg a bátaszéki kápolnát. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Szárnyal az építőipar. A termelés volumene az első negyed évben közel 50%-kal haladta meg az egy évvel korábbit a KSH adatai szerint. Az építőipari vállalkozás vezetők is visszajelezték, soha nem volt még ennyi munkájuk. Ugyanakkor nagy kérdés, mennyi új lakást építenek Tolna megyében idén, ugyanis elemzők szerint az építőipar növekedését 2019-ben az uniós projekteken túl az új lakás átadási hullám határozza majd meg. Majdnem 70%-kal nőtt az építőipari termelés volumene, ami így az első negyed évben közel 50%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Több mint 10%-kal lettek drágábbak az építőipari árak, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Tolna megyében is szárnyal az építőipar, mondja Kocsmál István. Szekszárdon látszik, hogy lépten nyomon épülnek családi házak, sorházak, társasházak. A mélyépítésben, és ebben benne van az útépítéstől kezdve a csapadékvízvezető elvezetésig minden, én azt gondolom, hogy csúcsra járatásban az utolsó pár évben ennyi munka még nem volt a szakmában. A folyamatos munkaerő hiánnyal küzdő szektorban egyébként közel 10%-kal nőtt a dolgozók száma az első negyed évben. Az Aliszka Bau ZRT-nél is enyhültek a munkaerő gondok az elmúlt időszakban, ami döntően annak köszönhető, mondja Kocsmár István, hogy közel 50-80%-os béremelés volt a szektorban az elmúlt 3 évben, és külföldön is kevesebb lett a munka. Az elemzők további béremeléseket és az ágazat szárnyalását jelzik előre. Azt gondolom, hogy akkora nem lesz, mint tavaly, hiszen tavaly majdnem 100%-osan nőtt az építőipari termelés. Én olyan 20-50% között prognosztizálom. Kocsmár István azt mondja, az építőipar 2021 utáni időszaka nagyban függ attól, mennyi pénzt kap fejlesztésekre Magyarország az Európai Uniótól. Az összesítés szerint egyébként idén főként az új lakás átadási hullám fogja húzni az építőipart, mivel legalább 25 ezer lakás átadására számít a szektor országszerte. Nagy kérdés, hogy ez mennyiben érinti majd Tolna megyét. Több felmérés szerint a megye az országos lista végén kullog a projektek számát tekintve. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint idén az első 3 hónapban 100 lakás sem épült Tolnában. Szekszárdon egyébként tavaly 30 új lakásba költözhettek be a lakók. Úgy tudjuk, bár zajlanak építkezések a tolnai megyeszékhelyen, idén sem lesz sokkal több. Bírósági ülnököket választottak a szekszárdi törvényszékre, a szekszárdi járásbíróságra és a Tolna megyei munkaügyi és közigazgatási bíróságra. Ők 4 éven keresztül segítik majd a bírók munkáját. A kiválasztásuk nagyon szigorú feltételek mentén történt, nem véletlenül. Mások mellett a fiatalkorú vádlottak ellen indult legsúlyosabb büntetőügyekben lesz szerepük. Tizenheten tették le az ülnöki esküjüket hétfőn a szekszárdi törvényszéken. Volt közülük, aki azt mondta, azért vállalta az önkéntes szolgálatot, mert az itt végzett munka közel áll a szakmájához, és érdekelt az új kihívás. Könyveléssel foglalkozok, munkaügyekkel is, és ez jó iránymutatást adhat nekem, hogyha munkaügyi problémával foglalkozok a munkám során is, és érdekel az ülnöki tevékenység. Az esküdtett bírósági ülnökök mostantól 4 éven keresztül a szekszárdi törvényszéken és a Tolna megyei munkaügyi és közigazgatási bíróságon dolgozó bírók munkáját segítik. A törvényszékre kerülő ügyek közül a legsúlyosabbaknál számítanak rájuk a bírók. Olyan fiatalkorú ügyekben, fiatalkorukkal szemben indított büntetőügyekben kell az ülnököknek segíteni az ítélkezésben, amelynél a törvény 8 évi, vagy pedig annál magasabb időtartamú szabadságvesztésen rendeli büntetni, tehát a
mondjuk a rablás súlyosabban minősülő eseteit, nagy Isten emberölés előkészülete. Az ilyen fiatalkorúak ellen indult perekben csak olyan szakemberek lehetnek ülnökök, akik pszichológusok, pedagógusok vagy dolgoztak már gyermekvédelmi területen. Az ülnököket a jogszabályok szerint a területileg illetékes önkormányzatok delegálják. A szekszárdi törvényszékre ezért a Tolna megyei önkormányzat választotta ki a legalkalmasabb jelölteket. Az ő munkájuk nélkül nem működne a rendszer. Jó a civil kontroll, jó az emberek szeme rajta van az ügyeken, így azonnal bármi, amely demokráciát sértheti, a törvényességet sértheti, vagy esetleg a jogállamiság határait feszegeti, azt azonnal tudják jelezni a szakembereknek. Kedden újra ülnökök esküdtek fel a szekszárdi törvényszéken. Őket a szekszárdi önkormányzat delegálta. A járás bíróságon és szintén a munkaügyi bíróságon dolgozó bírókkal dolgoznak majd. Ők szintén 4 évig segítik a bírók munkáját. A következő napok esős időjárása ugyan a szabadtéri levegőt megtisztítja majd, ezért hiába kezdődött már el a pollen szezon, nem valószínű, hogy tünetek jelentkeznek az allergiásoknál. A szakértő szerint viszont a lakásokban is komoly veszélyforrást jelentenek, a főként szigetelések mögött megbújó penészgombák spórái. A gombánál nem a pollen, hanem a spóra. A spóra allergizál, ugye? A háztartásokban gyakran előforduló penészgomba veszélyére hívja fel a figyelmet a szakember. Gál Zoltánné azt mondja, ilyenkor, amikor a szabadban párás a levegő, könnyebben szaporodnak el a háztartásokban is az allergiás rohamot kiváltani képes penészgombák. Erre akár egy gyakran takarított otthonban is komoly esély lehet. Előfordulhat, hogy valakinek a lakásában is elszaporodnak nem megfelelő szellőztetés esetén, nem megfelelő lakásfelújítás következtében. Előfordulhat, hogy a gipszkartonfalak mögött a fürdőszobában nagy mennyiségű penészgomba szaporodik fel, és ezek a spórái komoly allergiás tüneteket okozhatnak. A szakember szerint ezért érdemes a vizes helyiségeket gyakrabban szellőztetni. A spórákon kívül pedig az allergiásoknak fontos a pollennel is számolni. Ha ugyanis 1-2 napig nem esik az eső, azoknak újra megnő majd a koncentrációja a levegőben. A tünetek elkerülése érdekében érdemes minden este hajat mosni, a kimosott ruhákat nem a szabad ég alatt szellőztetni, és időben elkezdeni szedni az allergia elleni gyógyszereket. A magyar hősökre emlékeztek május utolsó vasárnapján a megye több pontján. Ilyenkor emlékeznek az első és második világháborúban elesettekre, és egyúttal azokra is, akik nem a harctéren, hanem odahaza szenvedtek a háború pusztításaitól. Az Apró Lábak Táns csoport műsorával kezdődött a Hősök napi megemlékezés Kismányokon. A Magyar Hősök napját május utolsó vasárnapján tartják Magyarországon. Az ünnepen részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is, aki beszédében kiemelte, a katonák hősi példát mutatnak a mai generáció számára. Kismányokon 2003 óta minden évben az önkormányzat szervezésében emlékezünk meg, és ezért kifejezetten hálával tartozunk nekik, hiszen egy kicsi településről van szó, és mégis nagyon szép ez a példa, hogy ők megemlékeznek. Simon László, Kismányok polgármestere beszédében azt emelte ki, hogy a Hősök napja nem marad el a legnagyobb nemzeti ünnepektől. A polgármester azt reméli, ezzel az ünneppel jó példát mutathatnak a fiatalok számára abban, hogy fontos tisztelni a hagyományainkat és megemlékezni háborús hőseinkről. Olyan időket élünk, ami nem engedheti meg azt egy önkormányzatnak, hogy azokra a falubeli hősökre ne emlékezzen, akik ugye a legdrágábbat az életüket adták az első és a második világháborúban, illetve ugye akik a gulágon vesztették életüket. A megemlékezés végén az egybegyűltek megkoszorúzták az első és a második világháborúban, valamint a szovjet gulágon elhunytak emlékművét. Csak úgy, mint Szekszárdon, ahol az első világháborús emlékműnél kezdődött az ünnepség. A megemlékezésen Ács Rezső, Szekszárd polgármestere azt emelte ki, nem állhatnánk most itt, ha ezek a katonák nem adták volna az életüket az országért, ha az otthon maradt családtagok nem tartottak volna ki, és biztosították volna a hátországot. Van kiknek köszönetet mondanunk mai szabadságunkért. Közel 100 000 elesett katonát keresnek az egyesületek a határon kívül, döntően Ukrajna területén, mert máig nem találták meg a holttestüket. Tolna megyében is több ezer családot érint ez. Többek között ezért kezdeményezte 18 évvel ezelőtt a Honvéd Hagyományőrző Egyesület a Magyar Hősök emlékünnepének megtartását, és emléktáblákat is több helyen avattak emiatt.
Szekszárdon például 7 helyen lehet leróni tiszteletünket a hűsi halottak táblája előtt, mondta a megemlékezésen Kovács János, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület szekszárdi elnöke. Nekünk hagyományőrzősnek akkor van még a háborúnak, amikor nemzetünk harcjelenlését katonáit meg nem találtuk, és katonai tiszteltetés ellen temettük. Ezt Tolna megyébe kb. 16 ezer embert érint, amelyik a 1943-es áttöréskor veszteségünk volt. Ilyen ágyukkal is lőttek Bonyhádon, ahol a Hősök napjához kapcsolódva lánglovagok és katonai hagyományőrzők napját tartottak, közel 160 katonai és 22 tűzoltó egyesülettel. Először is az motivált minket, hogy adjunk az embereknek egy olyan fajta kulturális örökséget, aminek a szellemisége egyezik a mi gondolatunkkal, például az, hogy ahogy te is mondtad, hogy legyen tűzoltó vagy katona, de legfőképpen az, hogy a hagyományainkat tudjuk őrizni. Hisz maga a tűzoltás is egy hagyomány, és a katonaság, és a katonaságból adódó hagyományőrzés is ugyebár egy nemes célszolgáló hagyomány. A szervezők azt mondták, az volt a céljuk a háromnapos rendezvénnyel, hogy közelebb vigyék a fiatalokhoz a rendőri, tűzoltó és katona hivatásokat, és megismertessék velük a hadászati történelmet. Udvardi György pécsi megyéspüspök áldotta meg a felújított Szent Orbán kápolnát Bátaszéken. A Molyhostöly lábánál fekvő szent helyet az Orbán napi búcsún adták át a híveknek. Gyülekeznek a bátaszéki hívek a helyi katolikus templomnál. Szent Orbán ünnepén évek óta hagyomány, hogy a bátaszékiek elzarándokolnak a városból a nem messze lévő Orbán hegyre. Az ottani kápolnát tavaly újították fel egy pályázat keretében. Bátaszék polgármestere Bozsolik Róbert szerint egyre többen vesznek részt a zarándoklaton. Hosszú évek, sőt azt mondom, hogy évtizedek, talán évszázadok óta hagyomány, hogy a bátaszéki katolikus közösség kijön ide az Orbán kápolnához Szent Orbán napján, és hálát ad gyakorlatilag az elmúlt év jó terméséért, és kéri a Jóistent, hogy a következő esztendőben is hasonló jó termést biztosítson számára. Az Orbán-hegyi kápolnánál idén Udvardi György pécsi megyés püspök tartott misét. Ő arról beszélt, hogy a pécsi egyházmegye számára is fontos a felújított Orbán-hegyi kápolna. Minden templom istenháza, de minden templomhoz emberek közösségei kötődnek. Maguk múltjukkal, hagyományával, kultúrájával. És fontosnak tartjuk megragadni azokat a lehetőségeket, amelyek keretében ezeket a felújításokat lehet végezni. Az külön szép ajándék, hogy Szent Orbán pápa napján volt mód megáldani ezt a kápolnát. Az ünnepi szentmisén a hívek mellett a bátaszéki és a környékbeli települések papjai is részt vettek, valamint a város egykori nyugalmazott lelkésze is. Regionális híreink következnek. Elkezdődött a tervezés. Mohácsi Dunahíd épülhet néhány éven belül. Előadások és gyakorlati bemutatók. Először rendeztek nemzetközi sürgősségi napot Pécsen. Koppányvezért is itt temethették el. Erdei kápolnát szentertek Szólát határában. Eredményesen zárult a Mohácsi Dunahíd tervezésére kiírt pályázat, újabb állomásához ért a beruházás. A fejlesztés Pécs számára is fontos, hiszen utat nyit keleti irányba, Szeged-Debrecen felé is összeköttetést jelenthet a későbbiekben. A tervezés most kezdődik, a beruházás befejezése 3-4 évet vesz igénybe az előzetes számítások szerint. Ma még így néz ki a Mohácsi Duna szakasz, ahol pár éven belül híd állhat, ugyanis kezdődhet a Mohácsra tervezett új Duna híd műszaki tervezése. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT a napokban eredményt hirdetett az erre kiírt közbeszerzésen, erősítette meg a város polgármestere. Kiválasztásra került a tervező cég, a Speciálterv Kft. Fogja készíteni a Duna híd engedélyezési és kiviteli terveit. A NIF ZRT a beruházás bonyolítója, mint minden nagy állami beruházás bonyolítója a NIF ZRT. A kormány 1,5 milliárd forintos keretet biztosított a híd előkészítésre, az engedélyes és a kiviteli tervek készítésére. Erre 14 hónapja van a nyertes cégnek. A híd 240 méteres lesz, beköti Pécset a keleti országrészek vérkeringésébe, mivel ez lesz Baranya megye első Dunahídja. Az M6-os autópályától a Mohácsi
elkerülő úton lévő körforgalmú csomópontig, tehát ez a 6 kilométeres szakasz, ez kétszer két sávos gyorsforgalmi útként kerüljön megtervezésre és majd a átépítésre. A körforgalomtól a Dunahídig terjedő szakasz, ami jelenleg önkormányzati út, az főútvonalként szintén egy bővített, megerősített műszaki kivitellel kerüljön kialakításra. Majd a Duna bal partján az 51-esig egy főutat alakítanak ki, ami kétszer két sávosra bővíthető lesz. Így ez a szakasz része lehet a majdani Pécs-Szeged gyorsforgalmi útnak, ezért a hidat is várhatóan kétszer két sávosra tervezik. A teljes beruházás 2022-2023-ig készülhet el. Miért kell várni a sürgősségén? Mik azok a kórképek, amikkel a sürgősségi ellátásnak foglalkoznia kell? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphattak azok, akik részt vettek az első nemzetközi sürgősségi napon Pécsen. A klinikai központban előadások és gyakorlati bemutatók keretében ismerkedhetett meg a közönség az ezen az osztályon dolgozók munkájával. Közelről láthatták az érdeklődők, hogyan zajlik például egy vérvétel az első nemzetközi sürgősségi napon. A rendezvénynek a PTE klinikai központja adott otthont. A kezdeményezés célja, hogy bemutassák a sürgősségi ellátás kórházon kívüli és belüli folyamatát. Az egyetem több osztálya és tanszéke is csatlakozott a nemzetközi programhoz. Előadások és bemutatók keretében kaphattak választ a látogatók olyan kérdésekre, mint például, hogy miért kell várni a sürgősségén, vagy mik azok a kórképek, amikkel ezen az osztályon kell foglalkozni. Ez egy nagyon igazságos ellátási forma, mert itt mindenki úgymond érdemei szerint részesül ellátásban. Kicsit zavaró az elnevezés, hogy sürgősség. Ez ugye azt jelenti, hogy ezt mindenkit marha gyorsan el kell látni. Emerről van szó. Sürgősen azokat kell ellátni, azokat a betegeket, sérülteket, akik tényleg rosszul vannak, vagy nagyon gyorsan rosszabbul lehetnek. És bizony előfordulhat az, hogy itt a sürgősségen órákat kell várni, főképp olyan betegeknek, akik nem igényelnek azonnali ellátást. Ezt próbáljuk kommunikálni több-kevesebb sikerrel, de ezen vagyunk. Dr. Kanizsai Péter hozzátette, a sürgősségi osztály tulajdonképpen a kórházak kapuja, ezért fontos szerepet tölt be az egészségügyi ellátásban, hiszen az ott tapasztaltak alapján ítélik meg az intézményeket. A bemutatók mellett ezekre is szeretnék felhívni a figyelmet az első alkalommal megrendezett nemzetközi sürgősségi napon. Civil kezdeményezésekből és adományokból készült el a szóládnezdei erdei kápolna, melyet szombaton szenteltek meg. Latorcai János, az országgyűlés alelnöke beszédében kiemelte, ez a hely ráirányítja a figyelmet a nemzeti keresztény értékeinkre, melyek napjainkban különösen fontosak. Zarándok helyként keresik fel sokan a Szólád határában lévő nezdetetőt, de a kirándulók is szívesen túráznak erre a különleges panoráma miatt. Civilek 10 éve határozták el, hogy ezen a helyen kápolnát építenek. A tervek mostanra váltak valóra. Ha valaki itt megáll a nezde dombon és egy kicsit szétnéz, és nem a vitorlásokat látja a tavon, hanem csak magának a tónak a méltóságát és szépségét, akkor egész biztosan az időtlenségnek jut a birtokába, és hogyha ebben az időtlenségben egy picit a tér és idő korlátait feloldja, akkor magába tudja engedni mindazt, ami az 1000 éves történelmi múltunkból fontos. A kápolna szentelő ünnepségen Latorcai János, az országgyűlés alelnöke beszédében kiemelte, ez a hely ráirányítja a figyelmet nemzeti keresztény értékeinkre, amelyek napjainkban különösen fontosak. A nezdetető Koppány ősi szálláshelye volt, és a legenda szerint itt is temették el a pogány vezért. Amikor Veszprém várában ugye négyfelé vágták, a négyfelé vágás már egy egyéb somogyi harcosnak a teste volt, akit odaadtak a somogyi harcosok, és akkor a nagy fejedelemnek a testét Bödőhajón áthozták valahol a Balatonon, Földvár vagy Szárszó magasságában, és akkor egy szent hegyen eltemették. Ma már Zarándokhely is a nezdei tető, amelynek kápolnája adományokból valósult meg. Trófea bemutató, étel és italkóstolás, versenyek. Többek között ilyen programokkal készült az Országos Magyar Vadászkamara Baranya megyei területi szervezete. Idén 27. alkalommal szerveztek megyei vadásznapot. A rendezvénynek ezúttal is Szent Lőrinc adott helyet.
Idén 27. alkalommal rendezték meg a megyei vadásznapot ismét Szentlőrincen. Főzőverseny, vásár és trófea bemutató várta a vadászkamara tagjait. A rendezvény résztvevői megoszthattak egymással zsákmányszerzési történeteket, megkóstolhatták a különböző ételeket, italokat. A kiállítók pedig a vadászat több területéről is érkeztek. Akár a sportlövészetet nézem, akár a kinológiáját, akár az irodalmát, a gasztronómiáját, szóval nagyon sok ősi foglalkozás, ősi szegmensek ezek, és nyilván a hozzátartozó árusok, akik árulnak egyrészt ruházatot, akár felszerelés, bármilyen felszerelés, nyilván ők hozzátartoznak a vadászokhoz, hiszen valamivel vadászni kell, valamivel vadászni kell. A vásári forgatag mellett egy finom ebédre is meghívták a vendégeket. Idén már második alkalommal a Pécsi Sleeven rendezvényközpont szolgálta fel az ételeket. Hoztunk egy-két olyan különlegességet, amit a vadászok és a családtagok szeretettel fognak fogyasztani. Vadat nem hoztunk, mert itt van elég kint az udvaron, de odafigyelve ugye a vadászoknak, tehát természetesen van bajorcsülök és van marha ragú, ami szintén egy erős, határozott étel. Az ebéd után pedig nem maradhat el egy pohár bor. Egy villányi pincészet készült többféle itallal a résztvevők számára. Van két-három vörösbor is, azért, hogy ugye a vörösbor szereti, hogy a különösképp hogy a vadételekhez azért az illik, de ha valaki szomjas, akkor vagy a fehérbort ajánljuk, vagy a gyöngyözőt, vagy a rozét ajánljuk. A délután folyamán további bemutatók, versenyek várták az érdeklődőket, de a gyerekekre is gondoltak a szervezők, lovagláson és kézműves foglalkozásokon is részt vehettek a kicsik. Végül nézzük, miről szólt a híradó. Soha nem volt még ennyi munkájuk, Tolna megyében is szárnyal az építőipar. Veszély a lakásokban, az esős idő kedvez az allergén penészgombáknak. Hősök napja, a II. Világháború mártírjaira emlékeztek. Orbán nap, a pécsi megyés püspök áldotta meg a bátaszéki kápolnát. Szerdán hidegfront alakítja az időjárást, zömmel felhőség várható, elszórtan eleredő esőkkel, záporokkal kell számolni. A legmagasabb hőmérséklet 20 fok körül alakul. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Viszontlátásra!